Szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket ezen a július végi középhaladó elvonuláson. A mai nap egyetlen egy szó kering a fejemben, várakozás. Abban a pillanatban, mielőtt megszületünk, várnak ránk. Mikor születünk, várakozunk, hogy hogyan szülessünk meg. És amikor megszülettünk, akkor pedig várakozunk, hogy milyen lesz itt. Milyen lesz itt ez az élet, ahova érkeztünk. Megfelele majd az elvárásainknak, tetszeni fog ez nekünk. És amikor kicsik vagyunk, akkor bármilyen az élet, tetszik. Nem írjuk felül. Úgy, ahogy van, úgy, ahogy kaptuk, az úgy nagyszerű. És aztán, mikor kicsit nagyobbak leszünk, akkor várakozunk tovább, hogy de milyen lesz a felnőtt élet? Ugyanilyen nagyszerű lesz, mint gyereknek lenni? És aztán, mikor az ember felébred arra, hogy már nem gyerek, attól a pillanattól kezdve már nem annyira jó. Már nem felel meg az elvárásoknak. Már ez nem az, amire gondoltál. És amikor rájössz, hogy a várakozásodnak a dolgok nem felelnek meg, akkor elkezdesz keresni. Hogy lehetne ezen változtatni? Hogy lehetne mégis beteljesíteni azt, amire vártam? És akkor először valakitől, vagy valakiktől várod, hogy ők teljesítsék be a te várakozásodat. De ez nem fog megvalósulni. És amikor rájössz, akkor magad felé fordulsz, hogy hogyan tudod te magad megvalósítani az elvárásaidat, a várakozásodat. És vagy megtalálod, vagy nem. Ez itt egy olyan hely, ez a templom, ahova jöttetek, ahol nap mint nap lehet várakozni. Leülsz, nézed a falat, és várakozol. Várakozol arra, hogy felébredj. De mire? De honnan? Vagy várakozol arra, hogy jobb legyen. Vagy várakozol arra, hogy már ne fájjanak az ízületeid. Vagy várakozol arra, hogy jobban tud venni a levegőt. Vagy várakozol arra, hogy majd, ha innen hazamész, akkor egészen más lesz. És hogyha nem, akkor majd ide sem jössz vissza, hanem csak várakozol. Azt biztosan ismeritek azt a mondást, hogy minden éremnek két oldala van. Szeretjük az érméket. Szeretünk velük játszani, szeretünk velük fizetni. Az egyik oldala a test. A test az, ami itt ül ezen a szőnyegen. Van két keze, feje, szeme, szája, orra, füle, törzse, lába. Ennyit tud. Nincs több képessége. De hogyha van valami ezen kívül, akkor mi az, ami megvalósítja azt, ami ezen kívül van? Ezt itt a zen környékén úgy hívják, hogy tudat. És erről nem biztos, hogy mindenki tud, hogy a tudat az, amivel meg lehet valósítani a várakozást. Arra kell ráébredni, hogy a testnek végesek a határai. A tudatnak végtelen. Melyikkel? Huineng, a hatodik pátriárka azt mondta, hogy ha nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Ezt még egyszer elmondom. Ha nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Ebben a pillanatban, ha ezt értettétek, akkor felébredtetek. Hogyha nem, akkor még érdemes keresgélni azt, hogy mi ez a tudat.
Én ezt a tudatot most per pillanat egy hatalmas nagy elefánthoz hasonlítanám. Tudjátok, hogyan fognak elefántot? Én nem tudom. De azt tudom, hogy amikor megfogták, hogy hogyan szelídítik meg. Ezt nemrég hallottam. Egy jó erős cölöpöt levernek a földbe, az elefántnak a lábát, az egyiket a cölöphöz kötözik. De csak az egyik lábát. És aztán ott hagyják. És az elefánt napokon keresztül kétségbe esetten rángatja a lábát, el akar szabadulni onnan, és kétségbe esetten trombitál. Meg akar szabadulni. De nem megy, mert jó kitalálták a cölöpöt is, a kötelet is, és az elefánt napokig ott szenved, étlen és szomjan, és sír. A meditáció éppen ugyanez. Van-e erőd ahhoz, hogy kibírd meglátni ezt az elefántot? Van-e erőd ahhoz, hogy kibírd meglátni, hogy sír? Van-e erőd kibírni azt, hogy meglásd, hogy oda van kötözve, és meglásd azt, hogy kikötötte oda? És amikor az elefánt a harmadik, negyedik napon étlen szomjan ott üldögél, helyesebben ott sírdogál, és próbál szabadulni, egyszer csak rájön, hogy nem tud szabadulni. És akkor leül. És ebben a pillanatban, aki meg akarja szelídíteni, az oda megy hozzá egy bizonyos távolságban, és odaül egy tál étellel. És várakozik. És az elefánt kénytelen, kelletlen, mivel már rettenetesen éhes, egyszer csak elfogadja az ételt. És először csak oda dobja neki. És aztán közelebb megy, és aztán egyre közelebb megy. És eljön az a pillanat, amikor elfogadja az ételt az elefánt, és eljön az a pillanat, amikor el lehet kötözni a lábát a cölöptől, és eljön az a pillanat, amikor az elefánt pontosan ugyanazt akarja, mint aki megszelídítette, aki ételt adott neki. Onnantól kezdve lehet vele együtt dolgozni. A tudat is éppen ilyen. Meg kell látnod azt az elefántot, ami oda van kötözve. Meg kell látnod, hogy sír. És amikor már eleget nézted, akkor oda kell ülnöd elé, és meg kell kínálnod valamivel, amit szeret. Össze kell barátkoznod vele, bármilyen is. És ha összebarátkoztál vele, akkor elengedheted. És ha elengedheted, akkor a test és a tudat, az érme két oldala egyé válik. És akkor megszűnik a várakozás, mert nincs mire várni többé. Csak itt lenni ebben a pillanatban. Kívánom nektek, hogy megtaláljátok ezt a pillanatot. Ami nincs messze és nincs közel. Nem jön és nem megy. Nem születik és nem hal meg. Hanem itt. És most zúgnak a légkondicionálók. Köszönöm szépen Szunimnak, hogy felkért a bevezetőre. Köszönöm dr. Orosz Ádámnak, hogy ő is azt mondta, hogy beszéljek a nem tudhatóból, és hát szóltam nektek a nem tudhatóból. Kívánom nektek, hogy megtaláljátok azt, amikor már nem kell várakozni, hanem csak itt vagytok. És amikor itt vagytok, akkor segítsetek másoknak is, hogy ide megérkezzenek.